Nos, hát ismételten mindenkit üdvözlök, és folytatjuk ugye a múltkor abba hagytuk a reformációt, ugye már elterjesztették Németországban és Svájcban, és hát innen terjed tovább Európában, először is Franciaországba. Ugye azt említettük a múltkor, hogy Calvin János francia származású volt, ugye onnan kellett az ő új hite miatt menekülnie Genfbe, ahol aztán a városnak ugye a zsarnoka, a rím ura volt, de mindig a szívügye volt, hogy francia szülőföldjére is elterjessze az ő tanítását, és ez sikerült is. Először így fű alatt, tehát bizonyos embereket, nemeseket, nemesi dinasztiákat megnyert magának, és ezek eleinte ugye a katolikus Franciaországban csak úgy titokban gyakorolták az ő protestáns vallásukat, tehát színleg eljártak katolikus misékre, részesültek a katolikus szentségekben, azonban titokban házaknál összejöttek, és itt protestáns, ugye istentiszteleteket tartottak, és ezeket nevezték hugenottáknak. Tehát a hugenotta az más szóval francia kálvinista. Egyébként maga a szó annyit jelent, hogy elvtárs, vagy hittárs, ugye az Eidgenossen német szóból átment a franciába, és úgy lett hugenotta. Na most idővel azonban annyira elterjedt ez a hugenottizmus, hogy gyakorlatilag ketté szakadt az ország, legalábbis a nemesi családok, hogy voltak katolikus és hugenotta nemesi családok, és hát habár a király, ugye mindenkori király katolikus volt, azonban nagyon fontos volt számára, hogy egyensúlyozzon a két párt között az ország békéje érdekében, és hát ez végül oda vezetett, hogy 30 éven keresztül pusztítottak a hugenotta háborúk, amelyeknek a története nagyon-nagyon hát változatos és nagyon bonyodalmas, ne is menjünk bele. Lényeg az, hogy végül egy Medici Katalin nevű anya királyné került a tényleges uralomra, az ő kiskorú király fia helyett, és ugye habár a Katalin katolikus volt, és próbálta a katolikus vallást ugye az ő országában megtartani, de mégis folyamatosan engedményekre kényszerült a kálvinistákkal szemben, akik egyébként hát eléggé vakmerőek voltak, mert például rendszeresen előfordultak olyan dolgok, mint amikor az egyik párizsi misén a katolikus prédikáció alatt egy hugenotta asszony bekiabált, hogy hamis próféta, ugye a prédikáló papnak, hogy egy másik helyen még rosszabb, hogy megtámadták a miséző papok, kitépték a kezéből a szentostját, darabokra törték, és megtaposták, ugye? Tehát ilyenek rendszeresen előfordultak, tehát a fő céljuk a katolikus bálványimádás eltörlése volt Franciaországban. Na most itt volt egy nagyon szerencsétlen eset, egy vérfürdő, amit hát azóta is a katolikus egyháznak a számlájára írnak, az úgynevezett Szent Bertalan éj, 1572-ben, pedig valójában ez egyáltalán nem vallási indítatású esemény volt elsősorban, hanem politikai, tehát ezek a különböző nemesi pártok, a hugenotta meg a katolikus nemesi családok ugye viszályának próbáltak véget vetni egy házassággal a két ugye szembenálló párt között, és végül elterjesztették, hogy valójában a hugenották ezen a lakodalmon meg akarják gyilkolni a királyt és a királyi családot, és ennek megelőzésére, vagy valamiképpen ennek bosszújaként Medici Katalin elrendelte, hogy a lakodalomba összegyűlt hugenottákat végezzék ki. És az eredmény az volt, hogy Párizsban 4000 és az egész országban 10000 hugenottát végeztek ki a fölbőszült katolikusok, mert ugye azt gondolták, az a szóbeszéd terjedt, hogy ezek a hugenották ugye a katolikus királyi család ellen szövetkeztek, és
a pápához is úgy jutott el a hír, hogy Szent Bertalan éjszakáján, augusztus 23-án, ugye tulajdonképpen a királyi család elleni merénylet hiúsult meg, és a királyi család szerencsésen életben maradt, és ezért tartott akkoriban a pápa Te Deumot. Nem azért, mert 10 000 hugenottát kivégeztek, erről ő nem tudott, erről csak utólag értesült, és utána azért hát keményen megfette ezért Medici Katalint és a szövetségeseit. Minden esetre ezeknek az állandó viszályoknak az lett a vége, hogy végül, miután ugye a trón örökös nélkül maradt, egy hugenotta nemes ember volt az esélyes a francia királyi trónusra, aki végül IV. Henrik néven király is lett, de a föltétel az volt, hogy katolizáljon, és ő mondta azt a híressé vált mondatot, neki tulajdonítják, hogy Párizs megér egy misét, hogy inkább katolikus leszek, hogyha ezzel megnyerhetem a királyi koronát, ugye? Hát valami hasonló a helyzet ott is, mint ugye, hogy a magyar koronának a birtokosa is egy katolikus lehet csak, tehát nem lehet protestáns király Magyarországon, nem lehetett. Ugyanúgy a francia királyi korona is egy katolikus korona, tehát katolikus uralkodó kell, hogy viselje. Úgyhogy IV. Henrik katolikussá lett, és vallásszabadságot is adott a hugenottáknak 1598-ban. Azonban a hugenották valahogy sohasem voltak elégedettek azzal, amit kaptak, hogy most már ugye szabadon gyakorolhatták a vallásukat, már államhivatalokat is betölthettek, tehát mindenféle korlátozást elvettek tőlük, de valahogy semmi se volt elég, úgyhogy újra meg újra mindenféle villongások jöttek létre, és nagyon sokszor hát a villongásoknak a háttere talán inkább volt politikai, inkább volt ez a, ugye a hatalmi harcoknak a kifejezése, mint a vallási összenemegyezés. Hát például egy csodálatos példa ennek a Richelieu bíboros, aki ugye hát végül is a katolikus ugye Habsburgok ellen a hugenottákkal szövetkezett, de végül mégis ő volt az, aki legyőzte az utolsó mencsvárukat, La Rochelle várát. Tehát folyamatosan változtak ezek a pártállások is, és ugye harci szövetségek. Nézzünk egy kicsit tovább Német Alföld felé, ugye akkoriban még nem létezett Hollandia, Belgium, hanem 17 kisebb ilyen fejedelemség volt ezen a területen, és ezeknek az uralkodója a spanyol Habsburg uralkodó volt, a reformáció idején éppen II. Fülöpnek hívták. Majd később őt említeni fogjuk, mint első Mária, az úgynevezett Bloody Mary, a véres Máriának lett ő végül a férje. De ezt majd Angliánál ismét említeni fogjuk. Tehát valójában a vallási villongásoknak itt is az volt a háttere, hogy ezek a német alföldi ugye népcsoportok, a flamandok, a vallonok próbáltak szabadulni a katolikus spanyol Habsburgoktól, és függetlenségi harcot folytattak, és ez a függetlenségi háború végül is a katolicizmus ellen fordult, úgyhogy ott is nagyon jellemző volt az erős képrombolás, tehát a katolikus műértékek, templomok, kegyhelyek, szobrok, erekék, barbár elpusztítása, vérengzések, például ekkor haltak meg vértanú halállal 1572-ben az úgynevezett gorkumi vértanúk, akik közül volt két premontrei, ezeket mi külön ünneppel megemlékezünk róluk július 9-én, Szent Jakab és Adorján, akik premontrei papok és plébánosok voltak, és azért kellett meghalniuk, mert egyrészt védték az oltári szentséget a meggyalázás ellen, másrészt pedig nem akarták megtagadni a pápa főségét. Hát ilyenek bőven akadtak ebben az időben minden országban. És végül Német Alföldön II. Fülöp végül győzedelmeskedett, tehát ezeknek a
protestáns kilengéseknek, amelyek ugye egyúttal nemzeti függetlenségi harcok is voltak, ezeknek fölülkerekedett, és végül a békének az lett az eredménye, hogy az északi, ugye észak-német-alföld inkább protestáns lett, azaz a rész, amit ma Hollandiának nevezünk, és a déli rész pedig inkább katolikus lett, ezt nevezzük azóta Belgiumnak. A következő, és ez talán a legváltozatosabb és legérdekesebb, Anglia. Na most Angliában mindenki hallott 8. Henrik királyról, ez az ő fiatalkori képe, ugye, és 8. Henrik király egy nagyon bohó, nagyon ugye öntudatos és szenvedélyes, és nagyon, hát ugye az érzelmei által vezetett uralkodó volt, aki egész életében tulajdonképpen látszatra nagyon-nagyon erős katolikus maradt. Minden nap 3 misét hallgatott például, még akkor is, amikor elszakadt ugye a katolikus egyháztól, és fiatalon összeházasodott aragóniai Katalinnal, aki nála valamivel idősebb volt, egyébként nagyon jó családból származott, az apja aragóniai Ferdinánd király volt, és a nagybátyja pedig 5. Károly német-római császár, tehát a katolicizmus legfőbb politikai támogatója ebben az időben. A házasság az úgy jött létre, hogy 8. Henriknek volt egy bátyja, aki 14 évesen már elvette ezt az aragóniai Katalin, de rövidesen meghalt. És pápai fölmentéssel, mert ugye itten a sógorság, tehát a törvényes rokonság akadálya állt fönn, tehát pápai fölmentéssel végül is hozzáadták az öcshöz, a 8. Henrikhez, aki trónörökös lett, és ilyen módon ők házastársak lettek. Azonban Katalin 7 gyermeket szült Henriknek, és ezek közül csak egy lány maradt életben. Hát ez volt a legnagyobb fájdalma, hogy Katalin nem tudott fiú örökös szülni neki, és hát féltette ugye a trónjának is a Tudor dinasztiának a jövőjét. Egyébként kezdettől fogva híres volt a hűtlenségéről 8. Henrik, tehát minden nőnemű lényt, ami élt és mozgott, megszerzett magának némi túlzással. Tele volt Anglia a királynak a zabi gyerekeivel, akik közül jó sok fiú is volt, és éppen ezért Henrik mindig mondta, hogy hát én képes vagyok fiút nemzeni, hány nőnek nemzettem már fiút, csak ez a Katalin nem képes nekem fiút szülni. Tehát egyre inkább fölébred benne a gondolat, hogy hát ez a házasság tulajdonképpen ugye érvénytelen, legalábbis ő szerette volna érvénytelenítetni, és hát egy ilyen kis mesét is kitalált, hogy valójában Isten őt azért bünteti gyermektelenséggel, mert ugye nem volt érvényes az a pápai fölmentés, és ő a testvérének a feleségét vette el. Egyébként így nézett ki aragóniai Katalin fiatal korában, ez a kép ugye, és hát a pápához fordult Henrik a házasság érvénytelenítése ügyében, a Lord Kancellár, tehát a miniszterelnök Wolsey bíboros által. Ez volt Wolsey bíboros, aki ugye hát az országban a második méltóság volt, és aki nagyon szolgai lélekkel kiszolgálta a királynak minden óhaját, készséges lett volna azonnal ugye közben járni, azonban 5. Károly, a hatalmas ugye nagybácsi közbelépett a pápai udvarban, hogy mégiscsak a pápa hát érvényesnek találta ezt a házasságot Henrik és Katalin között, és nem engedte a válást. Na de az igazi probléma ott volt, hogy Henrik közben szemet vetett egy szép udvarhölgyre, akit úgy hívtak, hogy Boleyn Anna, így nézett ki fiatal korában, egy nagyon szép ilyen fehér nép volt, aki ugye, hát egy kicsit zsarolta Henrik király, hogy ő már pedig hiába nemzett az ő nővérének is egy fiú gyermeket Henrik, tehát a nővérével is volt kapcsolata, ő azonban nem engedi magához közelebb a királyt, ha csak nem veszi el őt feleségül, és nem teszi meg őt Anglia királynévé. És hát Henrik titokban, még mielőtt ez az egész házassági ügy
befejeződött volna, titokban meg is esküdött Bolen Annával, és csak később koronáztatta meg ő királynénak. Egész Anglia tiltakozott, ugye hát még a koronázási menetben is azt kiáltotta a nép, hogy szajha, meg ugye, hogy nem a mi királynénk, meg stb. Tehát nem volt egy diadalmenet ez a koronázás, de Henrik megszokta, hogy ő mindig megszerzi azt, amit akart. Na most, miután a pápa végleg azt mondta, hogy ez a házasság Bolen Annával érvénytelen, és a Katalinnal való első házasság az érvényes, Henrik a parlamenttel megszavaztatta azt, hogy ezentúl ő lesz az angol egyház feje, és minden püspöknek, főnemesnek, papnak meg kell esküdnie, hogy elfogadja a királynak ezt a címét, illetve elfogadja a Bolen Annával kötött házasságot érvényes házasságnak, és ebből a házasságból született utódok lesznek a törvényes örökösei az angol trónusnak. Egyébként ugye itt van Henrik is fiatal korába, öreg korában sokkal kövérebb lett, és sokkal kevésbé vonzó férfiú, de hát így látta őt, azt hiszem, hogy Holbein festette ezt a képet. No, és végül is a főnemesek és a püspökök kettő kivételével mind megesküdtek erre a törvényre, hozzátették azonban, hogy elfogadjuk a király főségét, az angol egyház feje, amennyiben ezt Krisztus törvénye megengedi. Tehát nagyon sokan a lelki ismeretüket így próbálták megnyugtatni, hogy amennyiben Krisztus törvénye megengedi, aztán tartották a csipiszt a hátuk mögött, hogy úgy se engedi meg ezt Krisztus törvénye. Kettő ugye főember volt azonban, aki nem volt hajlandó letenni ezt az esküt. Az egyik volt Fischer János, Rochester püspöke, a másik pedig Sir Thomas More, Mórus Tamás, ugye Anglia Lord Kancellárja. Miután a király ugye halálra ítéltette Wolsey bíborost, miután sikertelen volt, akkor Mórus Tamás lett a Lord Kancellár, és hát ugye ő viszont, mint egy nagyon becsületes és tiszta ember, nem volt hajlandó ezt az esküt letenni, és ezért ugye őt is megfosztották a méltóságától, és a Towerbe, a londoni ugye börtönbe vetették, ami mindjárt megmutatom, hogy hogy nézett ki, vagy hogy néz ki, mert ma is van. Ugye hát Mórus Tamás egyébként a lelkiismeret védőszentje, és azt mondják, hogy a politikusoknak is a védőszentje, hogy azok is próbáljanak ennyire derekasak lenni, mint amilyen Tamás volt. No, hát... Na, ez a londoni Tower. Egyébként itt őrzik a mai napig a koronázási ékszereket is, meg látogatható Mórusnak a cellája. És ez az a cella, ahol fogva tartották ugye Mórus Tamást. Ezen kívül még ugye kivégeztetett Henrik 20 püspököt, 200 nemest és 500 szerzetest, többek között az londoni kartauzi kolostort úgy, ahogy van, teljes egészében kibelesztette, és kínzás után kivégezte őket, mert nem voltak hajlandók ugye engedni az elveikből. A kolostorokat mind ugye államosította, és annak érdekében, hogy a főnemességet megnyerje, ugye a saját oldalára állítsa, a szerzetesrendeknek a tekintélyes vagyonát ugye szétosztotta a főnemesek között. Hát ezt ugye Németországban is így sikerült ugye végül is a főnemeseket megnyerni, hogy Luther ugye miután tagadta a szerzetesi intézményt, a szerzetesi fogadalmakat, és föloszlatták ott is a kolostorokat, a vagyonukat pedig megkapták ugye a főurak, akik a reformáció pártjára álltak. Egyébként itt van Mórus Tamásnak a családja, egy népes, szép család, ugye meg özvegységében újraházasodott, és hát volt neki egy lánya is, Margit nevű lánya, aki mindvégig apja mellett maradt, és hát az ő ugye férje és gyermekei nagyon
erős támaszai voltak az angol katolicizmusnak, ami ezek után illegalitásba vonult Angliába. Pedig hát Henrik, mint mondtuk, továbbra is a napi három mise mellett kitartott, és például még fiatal korában írt egy művet is Luther ellen, tehát mintha lálik, Luthernek az abszolút ellenfele maradt, az volt a mű címe, hogy Assertio Septem Sacramentorum, tehát a hét szentség védelme, és a pápa hálából még ugye a legelején kinevezte Henriket Defensor Fideinek, a hit védelmezőjének, és a mai napig az angol királyok viselik ezt a címet, hogy Defensor Fide, a hit védelmezője, csak közben kicserélődött a hit. Olyannyira, hogy most Károly herceg, ugye amikor kérdezték, hogy ha ő trónra kerül, akkor most ugye hogy áll ő ahhoz, hogy ő lesz az anglikán egyház feje, meg ugye hát koronázás is minden, és azt mondta, hogy hát Anglia most egy olyan multikulturális ország, hogy nem lehet egy tiszta keresztény koronázást, hanem kell egy kis korán idézet, egy kis buddhista ima, egy kis ilyen-olyan-amolyan, és ő inkább azt a címet szeretné, hogy a hiteknek a védelmezője. Tehát mindenfajta hitnek a védelmezője. Ne legyünk ilyen kizárólagosak is, ilyen szűkkebbűek, hogy csak egyetlen egy hitről legyen szó, hanem a hiteknek a védelmezője. Na, szóval a lényeg az, hogy odáig jutottunk. Henrik azonban, ugye, hát még halála előtt is, annyira szembe került ugye a protestáns tanoknak a behozatalával, hogy például külön parlamenti törvény szólt amellett, hogy minden püspöknek, főnemesnek vallania kell az átlényegülést a misében, vallania kell azt, hogy az egy szín alatti áldozás is érvényes, hogy a magánmise törvényes, és megengedett, mert ugye ezt mind a protestánsok tagadták, vallania kellett a cölibátusnak a jogos voltát, és na most az ötödik az nem jut eszembe hirtelen, de szóval ilyen katolikus dolgokat kellett elismerni. Más dolog az, hogy közben mondjuk például a Canterbury érsek, a titokban luteránus Cranmer érsek, az már ugye titokban megnősült, meg titokban elkezdte a liturgiának is a protestantizációját, és hát a protestáns eszméknek a beengedését. Minden esetre 8. Henrik összesen ugye 6-szor nősül, hát erről filmek és regények is születtek, nagyon kalandos ez az egész történet. Ugye hát az első aragóniai Katalin, akit végül is hát egy vidéki kastélyba száműzött, és egy nyugdíjat utalt ki számára haláláig, hogy mégis ellássa, és úgy viszonyult hozzá, mint sógornőjéhez, tehát a elhunyt bátyám felesége, ez volt az ő hivatalos címe, amit Katalin soha nem fogadott el természetesen. A második feleség volt Boleyn Anna, de hát az Anna ugye pár év múlva igaz, hogy szült neki egy gyermeket, de nem a várt fiút szülte, hanem egy Erzsébet nevű kislányt szült, és aztán hát az Anna nagyon fiatal volt, a Henrik meg egyre öregebb, úgyhogy hát az Annának is voltak különböző egyéb kapcsolata is, úgyhogy a király végül hát felség árulás címen kivégeztette őt. A harmadik feleség lett a Jane Seymour, az volt a kedvenc feleség, egy fiatal, naív, nagyon vallásos teremtés, aki végre megszülte a várva várt fiúörököst, Eduardot, de hát ugye belehalt a szülésbe a királyné. És aztán jött egy hát német hercegnő, akit ugye akkoriban persze hát nem lehetett skype-olni, nem volt ilyen internetes kapcsolat, vagy még fénykép sem, hanem hát egy festőt elküldtek, hogy fessen egy szép képet a kiválasztott hercegnőről, és hát egy gyönyörű tündért festett. Amikor a hercegnő megérkezett a maga teljes élő valóságában, kiderült, hogy a valóság az köszönő viszonyban nincs a képpel, úgyhogy Henrik már az első találkozás után azt mondta, hogy vigyétek vissza, ez egy hibás áru, amit én nem fogok átvenni, ugye? Viszont nagyon jól járt ez a ugye német hercegnő, mert hát élete végéig ő is kapott egy állandó járandóságot, tehát gondoskodott róla a király. Aztán ugye folyamatosan kerestek újabb feleségeket, egy milánói hercegnő azt
üzente vissza, hogy nagyon szívesen a király felesége lennék, hogyha két fejem lenne, de mivel hogy csak egy van, ezért azt inkább megtartom magamnak, és nem szeretném, hogy lefejezzenek. Aztán az ötödik feleség, az megint egy fiatal, forróvérű leányzó volt, akiben a király fülig szerelmes lett, de hát ez a királyné is hát nem elégedett meg a királlyal, hanem ugye hát félrelépett jobbra és balra is, és végül a király, amikor ezt fölfedezte, akkor halálra ítéltette, mégpedig ilyen, hát utólag kiderült képtelen vádak alapján, hogy vérfertőzést követett el a saját fiú testvérével, meg a mindenféle létező és létezhetetlen bűnnel. Megvádolták és kivégezték, és utána jött az utolsó feleség, a Catherine Parr, aki ugye hát túlélte Henriket, és hát öregkorában gondoskodott a szifiliszel is sok, meg egy egyéb más betegséggel küszködő öreg Henriket, ugye ő gondozta. Hogy az angoloknak van egy versikéje, amit ugye az iskolában megtanulnak, hogy a hat feleségnek a sorsát, ugye, divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived. Tehát elvált, lefejezték, meghalt, elvált, lefejezték, túlélte. Ugye ez a hat ugye feleség története. Egyébként tehát amiben Henrik ugye eltért a katolicizmustól, az ez a két pont volt. Az egyik a ugye a pápa főségének az elutasítása, a másik pedig ugye hát a házasság felbonthatatlanságának az elutasítása. Henrik után ugye hát az ő kiskorú és nagyon beteges fia, 6. Edward került a trónra, aki hát effektíve nem uralkodott, hanem helyette ugye a Seymour családnak, az anyja családjának egy ugye hercege, Somerset herceg irányította a birodalmat, és ő nagyon erős luteránus eszméket vallott, tehát az ő idejében kerül Cranmer érsek alatt a használatban az új liturgia, az úgynevezett Book of Common Prayer, tehát a közös imádságoknak a könyve, ami már sok mindenben a katolikus mise és szentség értelmezés helyett a protestáns szemléletet tartalmazza, új hitvallás kerül használatba, és hát tulajdonképpen ezeket a változásokat mind a parlament hozza. Tehát ugye a legkatasztrofálisabb következmény ennek az angol egyházszakadásnak az volt, hogy a parlament szavaz többségi szavazattal a dogmatikáról, a liturgiáról, az erkölcstanról és az egyház belső életéről. Tehát eléggé brutális dolgok ezek, úgyhogy Newman bíboros, ugye a 19. század nagy ugye katolizálója, azért is lett végül katolikus, mert hát föltűn neki ez az abszurd helyzet, hogy a parlament, egy politikai testület dönt ugye hitbéli kérdésekben. Nagyon érdekes a mi korunkban, amikor most legújabban ugye az anglikánok bevezették a nők püspöké szentelésének a lehetőségét, hogy ugye az első angliai nőpüspök fölszentelésénél az egyik jelenlevő lelkész közbeszólt, hogy not in the Bible, hogy ez nincs benne a Bibliában, hogy a nők püspöké lehessenek, és a szentelő püspök erre azt válaszolta, but it's the law of the land. Tehát de ez viszont ennek az országnak a törvénye. Tehát így kell tenni, és föl kell szentelni a nők püspököket, ugye. Tehát a politika teljes egészében bekebelezi az egyházat és a vallást. Edward viszont ugye nagyon-nagyon gyenge egészségű volt, úgyhogy rövidesen meg is halt, és helyette az aragóniai Katalinnak a lánya, Tudor Mária kerül ugye a trónra, aki megkezdi a rekatolizációt, az újrakatolizálást. Ennek érdekében hát azért eléggé kemény eszközökhöz folyamodott, tehát nem csak, hogy házasságot kötött ugye második Fülöppel, illetve Fülöp spanyol herceggel, a későbbi ugye császárral, hanem ugye körülbelül 300 protestáns ki is végeztetett, és ezért kapta azt a nem hízelgő címet, hogy Véres Mária Bloody Mary,
pedig hát az ő apja sokkal véresebb és kegyetlenebb volt, nem is beszélve a hugocskáról, aki majd utána került trónra, ugye az első Erzsébet, a nagy protestáns uralkodó nő, aki szintén hát hullákon járva hát erősítette meg a protestantizmust Angliában. Minden esetre Tudor Máriának volt egy segítője, Reginald Paul bíboros, aki egyébként maga is királyi családból származott, tehát az ősi angol királyi dinasztia, a Plantageneteknek a leszármazottja volt ő, tehát bizonyos joga neki is lehetett volna a trónra, minden esetre Rómában élt és bíboros volt, és előkészítette a hazajövetelét, ahol majd átveszi az Anglia újra katolizálásának a művét, viszont hát közben meghalt ugye Mária királynő, helyébe jött az Erzsébet, aki nagyon erős protestáns volt, például kivégeztette Reginald bíboros édesanyját és összes rokonát, hogy elriassza őt az Angliába jöveteltől, és hát minden módon ellenállt a rekatolizációnak. Annak ellenére, hogy Mária nővére alatt ő katolikus szellemben nevelkedett, és a koronázáskor esküt is tett, hogy a katolikus vallást megőrzi a birodalomba, azonban amint szabad kezet kapott a trónuson, elkezdte a véres katolikus üldözést, hát ő is több száz katolikus főnemest kivégeztetett, és hát az ő idejében kerül egyre több protestáns elem az anglikán liturgiába és az anglikán hitrendszerbe, és innentől kezdve lesznek érvénytelenek az angliai pap és püspök szentelések. Azért, mert ugye a Canterbury érseki székbe Bolen Annának az egyik udvari káplánja kerül, akit már ugye a Cranmer érsek szerinti új szertartás szerint szenteltek püspökké, ami már nem egy katolikus szellemiségű szertartás, és ezért nem is érvényes püspök szenteléseket eredményez, és mivel hogy az angol püspököket sorra mindegyiket, ugye hát végül is ez a Matthew Parker nevű Canterbury érsek szentelte, aki maga nem volt érvényesen püspökké szentelve, innentől kezdve megszakad az érvényes püspök szentelések sora az anglikán egyházban, és ezért ugye 13. Leó pápa ki is mondta, hogy semmisek ugye az anglikán szentelések. Hát aztán később, már a 19. században több angolnak is ez föltűnt, hogy itt valami hiány van és baj van, és ezért végül is az ókatolikusokhoz folyamodtak, akik ugye hát elszakadtak a római egyháztól, viszont megőrizték a püspöki rendet, és mindig hívtak a szenteléseiknél egy ókatolikus holland püspököt is, aki ugye részt vett a kézrátételben, és ezt nevezték el úgy, hogy Dutch Touch, vagyis a holland érintés, ami biztosítani volt hivatott az érvényes püspök szentelések során. Viszont ugye hát az érvényes szenteléshez nem csak az kell, hogy jó formát használjanak, meg érvényes püspök legyen a szentelő, hanem az is kell, hogy katolikus módon gondolkodjon a püspökségről, és katolikus szentséget akarjon kiszolgáltatni. Hát ez ugye nem teljesen bebiztosított ebben az esetben. Na minden esetre első Erzsébet alatt ugye hát az anglikán vallás megerősödik, és ebben az időben Erzsébetet nem csak a katolikusok részéről éri kritika és lázadás, mert ugye a katolikus angolok nem voltak hajlandók elfogadni Erzsébetet, mint törvényes királynőt, ugye, mint a Bolen Annának a lányát, hanem ők egy másik uralkodónőt tartottak törvényes királynőnek, Stuart Máriát, aki ugye Skóciában volt, és aki Henrik nővérének, Margitnak az unokája volt, tehát rokona volt 8. Henriknek, és hát ő nagyon erősen katolikus volt, azonban Skóciában addig a protestantizmus annyira erőre kapott, hogy Stuart Mária menekülni kényszerült Skóciából, és hova menekült? Angliába, a rokonhoz, Erzsébethez, aki őt 19 éven át börtönbe tartotta, és végül lefejeztette, annak ellenére, hogy megesküdött, hogy nem fogja bántani, hanem hogy védelmet biztosít a számára. Tehát a katolikusok részéről támadták Erzsébetet, ugyanakkor a protestáns részről is többen azt mondták, hogy nem eléggé protestáns.
Mert még mindig a liturgiában, meg a külsőségekben, meg az egyház szervezetében túl sok a katolikus elem. És ezek a balról támadók is több csoportra oszlottak, például voltak a presbiteriánusok, akik azt mondták, hogy vessük el ezt az egész püspöki rendszert, hogy püspökök kormányoznak és egyházmegyék vannak, hanem a lelkészek kezébe adjuk a hatalmat, a presbiterek kezébe, és a helyi ugye, egyházközségek irányítsanak mindent. És aztán voltak még radikálisabbak, az independensek, vagyis a függetlenek, akik még lelkészeket sem tűrtek el, hanem a gyülekezet bármelyik tagja prédikálhatott, és végül semmi külső szabályt, és az államegyházat pedig végképp nem voltak hajlandók elfogadni. Na most az indep is voltak végül a baptisták, akik ugye a gyermekkerességet nem tartották érvényesnek, hanem újra keresztelték a felnőtt megtérőket, ugye. És ezek az utóbbi kettő, az a függetlenek és a baptisták voltak az úgynevezett puritánok, vagyis a tiszták, akik annyira megelégelték az anglikán államvallást, hogy végül is egy forradalmat szítottak a király ellen, Oliver Cromwell alatt, és Oliver Cromwell vezetésével végül első Károly királyt megfosztották a trónjától, halálra ítélték és kivégezték. És innentől kezdve köztársaság lett Anglia, a régi koronázási jelvényeket beolvasztották, tehát amit ma visel II. Erzsébet, az nem az eredeti a régi, hanem az csak utána, a monarchia újraalapítása után ugye keletkeztek ezek a koronázási ékszerek. És ez az Oliver Cromwell hát meglehetősen kemény, véres diktatúrát vezetett be, és például ő neki közvető politikát folytatott, és elfoglalta ezeket a részeket is. De végül mégiscsak hát a királyságot visszaállították, és habár volt két olyan angol király is, aki katolizált, az egyik az a halálos ágyán, mégis végül az anglikanizmus diadalmaskodott, tehát ez a protestáns katolikus külsőségekkel ugye fölcifrázott a protestáns államvallás, és hát a királyok is mind ugye az anglikán egyház fejeként uralkodtak, egészen ugye tulajdonképpen a katolicizmus ugye illegális volt egész Angliában, úgyhogy egy például halálos ítélet járt azért, hogyha valaki misézett, vagy misén vett részt, gyóntatott, vagy gyónt, hogyha valaki papot bújtatott, például mai napig mutatják Anglia nemesi kastélyaiban, ahol katolikus családok voltak, hogy ilyen zegzugokban, könyvtárakban, ilyen alagutakat és mindenféle rejtett helységeket alakítottak ki. Ezek voltak a priest hall, a papjukak, ahol ugye papokat bújtattak, jezsuitákat bújtattak, és hát több száz angol vértanú van, többek között a Reginald Paul bíboros anyja és rokonsága, többek között azok a kartauziak is, akiket kivégeztek, és nagyon sokan mások. Egyébként még Mórus Tamásnak a ugye, kivégzésekor, hát nagyon érdemes megnézni azt a filmet, ami hát magyar szinkronban is megvan, egy ember az örökké valóságnak, gyönyörű tanulságos film, hogy még halálos ágyán is tudott viccelődni, hogy például ugye a szakállát, ugye, amikor rá kellett ugye hajtani a fejét, a bakor, akkor félre tolta a szakállát, hogy hát ez igazán nem követett el felségsértést például. Vagy például amikor azt mondta, hogy utolsó szó jogán, hogy én azt kérem tőletek, hogy imádkozzatok értem, és imádkozzatok Urunkért, a királyért, mert én úgy halok meg, mint a király hűséges szolgája, de mindenek előtt az Istené. Tehát először az Istené, és csak utána a király. Meg amikor ugye próbálták rávenni a családját, az ő szeretett Margit lányát, hogy vegye rá őt, hogy ugyan már tedd le azt az esküt, az összes püspök, az összes főnemes letette, miért nem tudsz megesküdni, és akkor magadban te továbbra is tartsd a pápát az egyház fejének. De ugye kérdezte Mórus Tamás tőle, hogy hát lányom, mit gondolsz, hogy meddig élhetek én még itt a földön? Hát édesapa, jó egészségnek örvendesz, hát még lehet, hogy 10 évig is elélnél. Azt mondja, és lányom, 10 év miatt odaadjam az örök életet?
Úgyhogy ilyen módon gondolkodott ő ezekről a dolgokról. Egyébként ma már az anglikánok is szentként tisztelik, tehát az anglikán misekönyvben is ott van Szent Mórus Tamás, úgyhogy érdekes ellentmondás, hogy akik kivégezték, azok is ugye elismerik az ő hősies ugye, hitét és vértanúságát. Nagyon érdekes, hogy ugye a 19. században megindul egy nagyon furcsa, nagyon különleges ugye, ébredés az anglikanizmus keretén belül, az úgynevezett Oxford mozgalom, hogy rájönnek, az egyházatyákat tanulmányozzák, az egyház történelmet, és rájönnek arra, hogy micsoda abszurd dolog, hogy egy, bocsánat, de hát parázna királynak a szeszélye miatt elszakadjunk az ősi egyháztól és az ősi apostoli hittől, és tulajdonképpen, hogy az anglikanizmus az nem azonos az ősi egyházzal és az ősi egyház hitével, és hát többen ugye elkezdenek erről értekezni, prédikálni, például egy Keeble, meg egy Pusey nevű, ugye anglikán lelkész, de a leghíresebb közülük John Henry Newman, aki végül ennek hatására katolizál is, és végül hát bíboros lett, sőt, hát már 16. Benedek boldoggá is avatta, és azt mondta, hogy ő ennek a mi újkorunknak az egyik egyháztanítója. Egyébként zárójelbe csak, hogy ő a legnagyobb teológiai problémának a teológiai liberalizmus tartotta, ami 10. Pius modernizmusnak nevezett. Tehát is nagyszerű dolgokat írt ez ellen, meg ennek a cáfolatára. Szóval Newman bíboros, és hát az ő nyomában még nagyon sokan, úgyhogy végül helyreáll tulajdonképpen a 19. században már az angol hierarchia is, hogy tehát visszaállnak a püspökségek, a püspöki székhelyek, és ugye a rendes katolikus egyházi struktúra. Sőt, hát ugye egészen szinte a modern korig megmaradt az a tilalom, hogy nem csak, hogy katolikus nem kerülhet Anglia trónjára, hanem hogyha bármelyik tagja a királyi családnak katolikussal házasodik, automatikusan elveszi a utódlási jogot, ugye, tehát nem lehet ellen király, na most ezt eltörölték most nemrég, tehát elképzelhető, hogy egy angol ugye, királyi vér katolikussal házasodjon. Például ugye kevesen tudják, hogy a mostani királynőnek a férje, ugye Fülöp herceg, az eredetileg ortodox vallású, mivel hogy ő egy görög hercegi családból származik, és ugye akkor tért át az anglikán hitre, amikor Erzsébetet elvette feleségül, azért, hogy be tudjon házasodni a király családba. Egyébként csak anglikán jöhet. Úgyhogy ez a mai napig szinte így marad. No, nézzük akkor Skóciát, hogyha már említettük a szerencsétlen Stuart Máriát, ugye, hát őt ugye azért űzték el, mert nagyon elterjedt a kálvinizmus Skóciába, mégpedig Franciaországból terjedt át, különböző ugye kapcsolatok által egy John Knox nevezetű reformátor terjesztette a kálvinizmust, ugye is létrejött egy skót presbiteriánus egyház, ami a mai napig létezik. Stuart Máriának a fia, első Jakab egyébként ugye az angol trónt is örökölte, meg Skóciában is uralkodott, és ő volt ugye Skócia első protestáns királya. Ami Írországot illeti, hát ugye Írországban a katolicizmus védelme az mindig is szorosan összefüggött az ír nemzeti identitásnak, az ír nemzeti szabadságnak a védelmével. Ugye Oliver Cromwell alatt erőteljesen nyomulnak ugye az angolok, és elfoglalják Írországot. Hát ugye rettenetes jogfosztás és vérfürdők sorozata ugye volt a módszerük. Gyakorlatilag tehát Írországban ír katolikus nem kerülhetett semmiféle vezető vagy állami hivatalba, megfosztották a katolikusokat minden vagyonuktól, minden joguktól, bíróság előtt sem volt szavuk, tanúskodási joguk. Tulajdonképpen a katolikus lakosságot száműzték az egyik olyan tartományban, ami teljesen ugye terméketlen volt, és tehát a föld is terméketlen volt, meg a legszegényebb ország részbe. Tehát fizikailag próbálták őket teljesen ugye megsemmisíteni. És hát az ír katolikusok hát
csak azért is kitartottak és ellenálltak, és hát ugye az ő nagy katolicizmusuk az ennek a nemzeti öntudatnak és szabadságharcnak is a része volt valamiképpen. Hát sajnos manapság már ugye Írország hát a egyik leggyorsabban ugye szekularizálódó állam, tehát eléggé szomorú a katolicizmus helyzete. Volt ugye a pedofil botrányok során is egy csomó szerencsétlen eset, ami miatt hát rettene, például sorba zárnak be az ír papi szemináriumok, nincs hivatás. Pedig tulajdonképpen, amikor elkezdték ugye az angolok nyomorgatni az íreket, akkor onnan ugye kirajzott az ír papoknak a tömege, például azért van az, hogy az USA-ban ugye a katolicizmusnak a léte, az tulajdonképpen az íreknek köszönhető. Tehát a legtöbb püspökük az ír volt. A mai napig nagyon sok ír név van ugye az Egyesült Államokbeli katolikus papok meg püspökök között, mert ugye hát ott tudtak szabadon élni és szabadon gyakorolni a hitüket. Ausztráliába ugye szintén Írország, ír misszionáriusok mentek, tehát a fél világot misszionálták, és most pedig már Írországban is gyakorlatilag haldoklik sajnos a katolikus egyház. No, Skandinávia, ez is egy érdekes történet, mert ugye, hogyha megnézzük, azt tudjuk, hogy ugye a skandináv országok azok protestánsok. De ugyanakkor megnézzük a szertartásaikat, hát a püspöknő ugyanúgy fölteszi a püspöksüveget, a pásztorbotot, püspöki gyűrű, minden, tehát gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy új ritus a katolikus mise, az ottani liturgia. Hogy lehetséges ez? Hát úgy, hogy tulajdonképpen a skandináv reformációt azt ugye a királyok szorgalmazták, ugye a főnemesi réteggel együtt, és azért, hogy a nép mégiscsak valahogy elfogadja ezt a felülről jövő erőszakot, megtartották a nép számára kedves külsőségeket, tehát szentek szobrai, zarándokhelyek, a templomoknak a belső-külső díszítése, a szertartásoknak a pompázatossága, tehát a külsőségekben ők megmaradtak katolikusnak, csak éppen ugye a mögötte levő tartalom, a hit cserélődött ki. Egyébként ebben az időben Norvégia és Svédország is dán főség alatt van, Dániában viszont a luteránus vallás államvallássá lett. Mégpedig ugye Dániában második Krisztián, vagy ugye magyarosan keresztély kezdi bevezetni, aki ugye 1513 és 23 között uralkodott, majd utána Frigyes államvallássá teszi a luteranizmust. Később harmadik keresztély, tehát ezek azok az uralkodók, akik üldözik a hithű katolikus püspököket, száműzik a katolikusnak megmaradt papokat, tehát a katolikus hit gyakorlásáért minimum börtön jár, de leginkább vagyonelkobzás és nagyon sokszor halálos ítélet is, és gyakorlatilag tehát a nyomás alatt a püspökök is szépen lassan egyik a másik után beadják a derekukat. Az itteni reformátorokat például említhetjük köztük az úgynevezett Tausend János, illetve Bugenhagen János, aki ugye utána a Bibliának az első ugye népnyelvű lefordítója. Luther egykori gyóntatója volt ez a Bugenhagen János, aki Dániában reformált, és tulajdonképpen az ő által írt új egyházi alkotmány 1535-ben hagyta jóvá a dán országgyűlés. Svédországban egyébként nagyon érdekes, ugye Svédország ekkor Finnország fölött is ugye uralkodik, és hát itt ugye tulajdonképpen a reformáció összekapcsolódik a dánok elleni függetlenségi harccal. A svéd főnemesség Gustav Eriksson Vasa király, vagyis hát először ugye egy főnemes, utána király alatt ugye lázad a dánok ellen, de ugyanakkor hát amikor királyá lett, akkor egy zsarnok uralkodó lett, aki a
reformációt. Azért vezette be, hogy növelje a hatalmát azzal, hogy ő a református egyháznak ugye a legfőbb feje és ura. Ugye ő is tehát kivégzi a katolikus püspököket, elüldözi a katolikus papokat, 1544-ben formálisan is betiltja a katolikus vallást, az egyházi birtokokat elkobozza, a kincseiket elharácsolja, a kincstár számára lefoglalja, a katolikus külsőségeket azonban megtartotta. És milyen abszurdum, hogy mégiscsak a svéd Gustav Adolf királynak, a nagy luteránus ugye, uralkodónak a lánya, Krisztina, amikor elfoglalja a trónt 1644-ben, jezsuita szerzetesekkel kerül kapcsolatba, tanulmányozza a katolikus tanítást, és svéd királynőként elhatározza, hogy ő visszatér a katolikus hitre. Tehát Krisztina katolizál, mivel hogy ezt nem hajlandók elfogadni a főnemesek, ezért lemond a trónról, Rómába telepedik le, és a mai napig a Szent Péter Bazilikában megcsodálhatjuk és meglátogathatjuk az ő sírját. Tehát ott hal meg Péter apostol lábainál. Egyébként egy szép beszámoló erről az ő katolizálásáról 1655-ből egy jezsuita atya írja Krisztináról, hogy a királynő bensőleg elkezdett kételkedni az evangélikus vallás sok dolgáról, annál inkább minél kevésbé tudták neki megmagyarázni azokat az ő pásztorai. És minél nagyobb figyelemmel és szorgalommal tanulmányozta a katolikus vallás könyveit, illetve az evangélikus vallás könyveit, annál inkább erősödtek a kételjei. Ezért gondosan és rendkívüli elmemunkával nézett utána, hány vallás is létezett valaha, és kutatta, valamelyikben meg tudna-e nyugodni. Az Úristen, aki látta az ő jó akaratát, meg akarta világosítani az értelmét, amikor újra fölkeltette érdeklődését, hogy megtalálja az igazi hitet. Ebben a bizonytalanságban élt, amikor Stockholmba érkezett egy portugál követ. Ez két jezsuita atyát hozott magával, egyikük volt Páter Antonio Macedo, aki a követ tolmácsa volt ő felségénél. Az atyával való egyik beszélgetés alkalmával a királynő észrevette, hogy az okos és megbízható ember. Ezért rávette, hogy titokban is váratlanul utazzék Rómába. Leveleket bízott rá, melyeket a Jézus Társasága generálisához, Páter Francesco Piccolominihez intézett, ezekben kérte őt, küldjön két atyát, legyenek azok olaszok, hogy velük a vallás dolgait megbeszélhesse, és kifejezze azt a szándékát, hogy katolikus lesz, ha megismeri az igazságot. És végül így is lőn, ugye, tehát katolizált Krisztina. Azonban hát tudjuk, hogy a kereszténység jelenleg Skandináviában hát elég rozog a lábakon áll. Ugye vannak ugyanott katolikus püspökségek. Én például jártam Norvégiában, Trondheim városában, ami ugye Norvégia közepén van körülbelül, és a legészakibb európai gótikus stílusú katedrális, hasonló, mint a francia katedrálisok, és ott vannak ugye Szent Oláv királynak, a norvég Szent Istvánnak ugye az erekéi, akiket a sajátjai öltek meg a hitterjesztése miatt. És ugye ez egy evangélikus székesegyház, mellette pedig egy ilyen buszállomásnak kinéző valami fölépítmény, ez a katolikus székesegyház. És ugye hát vannak ott, van püspök, vannak brigittás nővérek is, akik ellátják a székesegyházat, és például egy katolikus plébánia mondjuk átlagban 50 kilométeres körzetet foglal magába, tehát hegyeken, völgyeken, dimbes, dombos vidékeken kell ugye látogatni a híveket. Mi például ketten voltunk papok ezen az úton, és az egyik eldugott hegyi faluban láttunk egy gyönyörű szép kis fakápolnát, és egy testvérpár épített ezt a kápolnát, és kiderült, hogy katolikusok. És rettenetesen ő örültek, hogy így váratlanul fölbukkant két pap, és ugye kérték, hogy misézzünk nekik, meghúzták a harangot, megjelent a faluból a kettő másik katolikus is, és így ugye négy hívővel megtartottak a misét, németül ugyan, mert hát más közös nyelv nem volt,
de lényeg az, hogy hát így élnek ott a katolikusok. Manapság egyre többen vannak, mert ugye nagyon sok a bevándorló, tehát lengyel, fülöp-szigeteki, egyebek, akik ugye mind katolikusok. Úgyhogy most nemrég nevezték ki bíborossá a stockholmi érseket, aki egy kármelita szerzetes, maga is ugye luteránusból katolizált, és hát most ugye ő az első norvég bíboros ugye a reformáció után, egy Arborelius nevű kármelita szerzetes. Úgyhogy hát a protestánsok azok viszont egészen a legújabbkori, ugye automatikusan, aki született Svédországba például, az beírták evangélikusnak. Tehát államvallás, automatikusan ez volt az ő felekezete. Most ettől eltértek már, tehát megengedték, hogyha valaki kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az én gyermekem nem evangélikus, akkor ne kelljen úgy beírni. Viszont hát mindnyájan hallottunk arról, hogy hát nem csak hogy női papság, meg püspökség van, hanem ugye homoszexuális papság is van, nyíltan, vállaltan homoszexuális papság, meg hogy már ugye a püspök nő ugye kitiltja a kereszteket a templomból, hogy a muszlim testvéreinket ne zavarja a kereszt, meg hogy ki kell jelölni Mekka irányát, hogyha betér egy muszlim, akkor otthon érezze magát. Én erre mindig azt mondom, hogy én is otthon akarom érezni magam Mekkába, ha arra járok, akkor készítsenek el egy oltárt nekem, hogy tudjak misézni. Mert különben diszkriminálva érzem magam, és nem bírom ezt az atrocitást. Följelentem majd az ENSZ-nek. Vagy nem tudom kinek. Szóval azért itt nagyon hiányzik ez a kölcsönösség ugye, ezekben az esetekben. Szóval majd később kitérünk arra, hogy Magyarországon ugye hogy terjedt el a protestantizmus. Először ugye a luteránus ág, utána a kálvinista ág is, de ami a legfontosabb, és ez már a következő alkalomnak a tárgya lesz, ez pedig a katolikus egyháznak a nagy megújulása, a trienti vagy trentói zsinat, ugye annak a dogmái, annak a fegyelmi intézkedései, és ennek nyomán ugye megindul a katolikus reform, amit ugye sokan ellenreformációnak neveznek, de az nem igazából nem valami ellen volt, hanem a katolikus egyháznak a hiteles megújulása, és akkor jönnek majd az olyan nagy formátumú főpapok, mint 5. Szent Pius, mint Borromeo Szent Károly, Szalézi Szent Ferenc, vagy nálunk például Pázmány Péter, vagy a kassai vértanúk, vagy sokan mások, és ugye tulajdonképpen sikerül egész ország részeket és egész hatalmas nagy nemzet részeket ugye visszahódítani a katolikus hitnek is, a katolikus egyháznak, annak köszönhetően, hogy megindul egy lelki megújulás, és szent főpapok és rendalapítóknak az egész tömege ugye elárasztja az egész egyházat, és új életet lehel a katolicizmusba, a trentói zsinatnak köszönhetően, de ezt majd legközelebb. Hogy köszönöm a kedves figyelmüket!